A Mobilix TV-t nézzétek az új HP Envy 17-es géppel, itt egy sajtóbemutató Münchenben, Gál Balázs a nevem, és itt ahogy látjátok van szép kivilágított billentyűzet, ahol tényleg mindegy betű rajta van, ez most persze az angol verzió. Megint nincsenek külön egérgombok, de elég jól működik az, hogy érzékeli azt, hogyha két új van rajta, és most melyiket engedjük el. Ebben most egy új Intel Sandy Bridge i5-ös processzor van benne, de i7-es és i3-asra is meg fog jelenni persze. DDR3-rammal, jó grafikus kártyával, AMD-től, meg Intel-től ki lehet választani. Aztán látjátok, hogy itt nincs igazából széle az egésznek, hanem reflektál a képernyő, és elég jól meg is lehet takarítani. Tetén persze van egy kamera, aztán nézi meg a bemeneteket. Ahogy látjátok, itt ezen az oldalt van kettő USB SD kártya olvasó, itt van a DVD, író is, áram és Kensington. Az elején találjuk a Beats hangszórókat, amik eléggé jók. Itt van kettő státusz LED, aztán ezen az oldalt megint kettő felgatóval lehet használni a gépet. Egyik oldalt csak a mikrofon is bele dugni, ha úgy kiritek. Van USB 3 benne, SATA, HDMI, DisplayPort, gigabit LAN, persze VGA, öreg beamerekhez, és itt egy kicsit fújja a levegőt, igazából szinte nem lehet érzékelni. Aztán, ha behajtjuk az egészet, látjátok, kívülről van egy ilyen szép dizájnja az egésznek, eléggé modern, és itt alul még világít egy kicsit a HP logó, és aztán megnézzük alulról a készüléket persze. Itt látjátok, könnyű kicserélni a RAM-ot, a hard drive-ot és stb. Az aksit is, és a hátulján igazából nincs további kimenet. Ez volt a HP Envy 17-es gép, Gál Balázsok a Mobilix TV-től, és legközelebbig itt egy HP sajtó találkozón Münchenben.